Sziasztok, a mai videómban egy alkalmi sminket készítettem nektek, és most leginkább azokra gondoltam, akiknek hamarosan szalagavatójuk lesz, mert ez egy nagyon szép, finom smink, amit kezdők is nagyon könnyen el tudnak készíteni. Ha szeretnétek megnézni, akkor tartsatok velem! A mai sminkemhez az Essence 16 órás tartós alapozóját használom, és azért választottam most ezt az alapozót, mert ez egy nagyon jó alapozó, és magamból kiindulva 18 évesen még nekem sem volt pénzem több 10 000 forintos alapozókra, így hogyha ti szeretnétek egy tartós, erős fedésű alapozót, de nincsen olyan sok pénzetek rá, akkor nagyon tudom ajánlani ezt az alapozót. A Sigma Kabuki ecsetemmel dolgozom el az egész arcbőrömön. Nekem a 25-ös soft beige árnyalat van meg belőle. De többféle színárnyalatban is kapható, biztos találtok számotokra megfelelőt. Következő lépés a korrektor. A Revlon Colorstay krémes korrektorát viszem föl a szemem alatti területre, illetve azokra a részekre, ahol világosítani szoktam. Tehát az orrom hegyén, a homlokom középső területén, valamint egy picikét az államra is vittem belőle. Ha ezzel is megvagyok, akkor az alapozót pedig fixálom a Sephora 20-as krémárnyalatú púderével és egy nagy pufis ecsettel. A szemöldökön megformázásához először a New York Color 927-es Taupe árnyalatú világos barna szemceruzáját használom, és ezzel rajzolom meg a szemöldökömnek a formáját, tehát alul a vonalat, illetve felül, majd pedig egy ecset segítségével ezt el fogom satírozni, és kitöltöm egy világos barna szemhéjpúderrel a kimaradt területeket. Ez tulajdonképpen egy olyan célt szolgál, mint például az alapozó vagy a szemhéj alapozó, mert ez egy krémes szemceruza, és a por szemfestékeket sokkal jobban megköti. És az IBS palettámról választottam a szokásos világos barna árnyalatot. Térjünk át a szemre, az Uma Cosmetics szemhéj alapozóját használom, ez egy krémes bázis, és az ujjam segítségével dolgozom el az egész szemhéjamon. Ezután választok egy bőrszínemtől körülbelül 3-4 árnyalattal sötétebb, matt barna szemhéjpúdert, és ezt viszem föl az egész szemhéjamra egy szemhéjfestékecset segítségével, ami most nekem a Sigmától az E55-ös. Majd pedig egy pufis satírozó ecsetet fogok meg, aminek a hegyére szintén teszek ebből az árnyalatból, és a mélyítő vonalamon elkezdem satírozni a színt, valamint egy picit már viszem is fölfelé. A következő árnyalat az egy még sötétebb barna, amit egy pici lapos szemhéjfestékecset segítségével viszek föl a külső V-re. Oda tartok egy egyenes kis papírlapot, vagy egy kártyát is használhattok hozzá nyugodtan, hogy ugye szebb vonala legyen, szép elválasztott legyen a smink. Ez a rész különben elhagyható ebből a sminkből, tehát nem kötelező ott a külső V-t megsötétíteni, csak akkor választatok egy még sötétebb árnyalatú barnát, mint amit én vittem föl a szemhéjamra. És akkor az alsó szempillák tövéhez is fölviszem ugyanezt a sötét barna színt, ezt már egy kisebb, egyébként túlsecset segítségével. És akkor most jön a sminkünknek a csavarja, a legérdekesebb része, ugyanis egy halvány rózsaszín fényes árnyalatot fogok a szemhéjam középső részére fölvinni.
és ezzel teljesen megváltoztatom a smink jellegét, tehát nem csak egy egyszerű matbarna smoky eye-t kapok, hanem egy kicsit ünnepélyesebbé teszem ezt a sminket. Szalagtűzőre szerintem tökéletesen megfelel. És akkor visszatérek a pufi secsettel, hogy ennek az árnyalatnak is az éleit elsatírozzam, belesatírozzam a barnába. A szemöldök csontomra is fényes szín fog kerülni, méghozzá egy fehér árnyalat. És ezt teljesen oda beviszem. Valamint egy nagyon picit a belső szemzughoz is viszek belőle. És a nagy pufi secsettel ezt is összesatírozom. Én alkalmi sminkekhez általában fehér szemceruzával szoktam kihúzni a vízvonalamat, de használhattok feketét is, hogyha ti azt jobban szeretitek. Szempillaspirál következik. A mi sporti szempillaspirálomat használom, a göndörítőt. Felül is és alul is kifestem több rétegben a szempilláimat. Műszempillát teszek föl. Ha megszáradt a műszempilla, a ragasztó, akkor pedig egy fekete, matt szemhéjfestékkel fogok a szempillák tövéhez húzni egy finomabb tus kihúzást végül is. Tehát ez nem tussal készül, hanem ugye szemhéjfestékkel, ezáltal sokkal természetesebb lesz a hatása. Az ajkaimat az úgynevezett ombre effektesre készítem el, amihez a Miss Sporty Café árnyalatú szájkontúr ceruzáját használom. Ezzel keretezem az ajkam, és az egészet kitöltöm vele. Tehát ahogy az ombre hatású ajkaknál szoktam, nem csak ugye a körvonalát rajzolom, hanem teljesen megfestem az egész ajkamat. A kedvenc nude árnyalatú rúzsomat használom az Active Cosmetics-től, és ez a rúzs kerül az ajkaim középső részére. Tehát oda koncentrálok leginkább. Majd visszatérek a kontúrceruzával, és elkészítem az átmenetet. És ilyen lett az ajkam eredménye. Most kétféle színt fogok választani az eBay palettámról, ezzel kontúrozom az arccsontomat, mert úgy vettem észre, hogy a Catrice már most elég sötét nekem, így hogy vége a nyárnak, a bőröm is világosodott. Majd pedig egy barnás árnyalatú pirosítót viszek föl a kontúr fölé. Ezt a szokásos palettámról, a Coastal Scents-től. Alkalmi sminkeknél a fényesítés sosem maradhat el, a Lovely Gold highlighterét használom, ami a pirosító fölé kerül, illetve lehet tenni nyugodtan az orrunkra, az állunkra, illetve a homlok középső részére is, oda, ahová az elején a korrektort vittem föl. És el is készült ez a gyönyörű, szép alkalmi smink. Szerintem ez egy nagyon visszafogott, minden alkalomra tökéletesen megfelelő smink. Remélem, hogy nektek is tetszett, és el fogjátok valamilyen alkalomra készíteni. Legyen szép napotok, sziasztok!